Egy riporter elmegy egy nőházához, akinek elvileg van egy elmesélendő története. De a nő bezárkózik a szobájába, és síró görcs közepette panaszkodik rémálmokról és látomásokról. Az egész egy képpel kezdődött. Smile.jpg. Több ilyen eset is volt. Azt mondják, ha megnézed a képet, akkor elveszíted a mentális egészségedet. Egyetlen pontos másolat sincs a képről a neten, de vannak hasonlók. Ez az autentikus kép azért ijesztő, mivel a halál téged figyel. Effektust használja, amiben maga, a szemek, a rémisztőek. Az egyetlen út a menekülésre, smile.dog elől a szétszórás, azaz valakinek e-mailén keresztül továbbítani, vagy egy közösségi oldalra kirakni. Mary E. egy dolgozó volt a Bulletin Board Systemnél 1992-ben. Abban az évben, amikor Smile.jpg képpel találkozott, az élete örökre megváltozott. 5 hónappal azután házasodott össze Terence-szel. Ő volt az egyik a 400 embernek, akik látták a képet, amikor hirdetés volt Bulletin Board Systemben. De ő volt az egyetlen, aki nyíltan beszélt a történetekről. A többi áldozat hallgat, viszont lehet, hogy azóta már meg is haltak. 2005-ben, amikor én 10. jártam, a kíváncsiságom a kép iránt egyre nőtt. Mint ahogy más web paranormál jelenségnek iránt is, Mary-e volt a legmegemlítettebb áldozat. Az élőlény másik neve Smile.dog, aki elvileg Smile.jpg-s képen szerepel. Sok ember azt hitte, hogy ez az egész csak egy netes átverés, egy hétköznapi vicc, de én részben hittem benne. Amit érdekesnek találok, az, hogy azon kívül, hogy ez a fejhajtás egy kép miatt van. Ez a kép nem található meg a neten. Persze, sok imitációja van a képnek. Ezek 4 Cang Galériájában is megtalálhatók, ahol paranormál jelenségekről lehet társalogni. Azt mondják, hogy ezek a képek csak imitációk, nincs ugyanaz az autentikus hatásuk, de néhány ember epilepsziát és nagy sokkot kaphat tőlük. Emiatt a reakciók miatt olyan értékelhetetlen a smile.jpg. Elég fura. Sokan nem akarnak hinni benne, vagy elhinni, hogy ez a kép létezik. Valószínűleg félnek. Egy dolog sincs smile.dog-ról, vagy smile.dog-ról a Wikipédián. Bár vannak ennél ijesztőbb dolgok is. Hello.jpg, 2 girls 1 cup. Akármilyen spy.jpg a dolog hamar eltűnik az oldalról, az adminisztrátorok által. Az ilyen találkozások a rossz hírű képpel hazugságok, csak webes mítoszok. Mary-e esete nem az egyetlen. Sokak szerint spy.jpg megjelent az USENET indításánál. Van egy olyan sztori is, mi szerint egy hacker teletömte a képpel Something Awful fórumját, ami egy olyan weboldal, ahova vicces képeket töltenek fel. A weboldal látogatóinak fele epilepsziás rohamot, míg az egynegyede sokkot kapott Smile.jpg egyik imitációjától. Van még egy sztori, miszerint a 90-es évek körül USENET-en volt egy körlevél, ahol a kép volt és az üzenet. Mosolyog, Isten szeret. Azok, akik elvileg látták a képet, azt mondják, hogy túl elfoglaltak voltak, hogy lementsék a képet a gépükre. De az összes állítólagos áldozat azt állítja, hogy az ominózus képen szereplő lény egy kutyára hasonlít leginkább, egy szibériai huskyra, aki egy sötét szobában található, csak a kamera fénye világítja meg. Az egyetlen pontos kivehető dolog egy emberi kéz, ami a kép bal oldalára nyúl be. A kéz üres és szét van nyitva. Természetesen a legérdekesebb maga a kutya, vagy a lény, ami a kutyára hasonlít. A lény szürreálisan mosolyog. Fogai nagyon fehérek, egyenesek, élesek. Nagyon emberiek, de persze ez nem a reakció, amit az áldozatok azonnal adnak. Egy epilepsziás roham miatt nem tudnak azonnal reagálni. Nem tudják azonnal azonosítani, amit látnak. Ezek az epilepsziás rohamok az áldozat alvásakor is jelentkeznek. Ekkor belevillannak a beteg ágyában a képek. Ez betudható néhány orvosság allergiás reakciójának is. Mary-e nem használt ilyen gyógyszereket. Lehet, hogy azok a rémálmok nem epilepsziás rohamok.
Méri elküldött nekem egy e-mailt. Üdvözlöm, SR.L. Nagyon sajnálom a múltkori viselkedésemet. Remélem megérti, hogy ez nem az ön hibája, hanem az enyém. Észrevettem, hogy a helyzetet civil módon is lehetett volna közölni. Sajnálom, féltem. Rémálmaim voltak Smile-dogról, ő minden este megjelenik, az álmaimban ezek rémálom már 15 éve. Tudom, hogy ez abszurdumnak hangzik, de ez az igazság. Ezek a rémálmok sokkal ijesztőbbek, mint bármelyik más, mint valaha megéltem. Az álmomban nem mozdulok, nem beszélek, csak nézek előre, és az egyetlen dolog, amit látok, ez a kép. Látom azt a kezet, meg azt a kutyát. Ő mond nekem valamit, persze, ő nem egy kutya, de igazából ebben sem vagyok biztos. Azt mondja, hogy békén hagy, ha azt csinálom, amit ő mond. Szóval de, ez a szó, amit arra használ, hogy kivejezze, hogy mutassam meg valaki másnak is a képet. Először nem értettem, hogy akarja, hogy szórjam el a képet, de ha nincs birtokomban. De az az utáni héten kaptam egy borítékot, amin volt egy kéz. Nem volt rajta semmi. Csak az a kéz a borítékon. Már akkor tudtam, hogy mi az. Arra jutottam, hogy a képet egy idegennek mutatom meg, és ő volt ön. Nagyon szégyellem magam, de ön is ezt tette volna. Ezért gondoltam meg magamat az interjúnál. Én nem tudnék ártani senkinek ezzel a képpel. Nem akarom, 15 éven keresztül nem tettem semmit azzal a borítékkal. Smile.dog tovább kínzott az álmaimban. Bulletin Board System néhány dolgozója, akik úgy szint látták a képet, öngyilkosok lettek. Lehet, hogy a boríték egy olyan ember kezébe kerül, aki gyenge lesz és elszórja a képet. Nem tudom, kérem függeszevel kutatásait az ügyben. Üdvözlettel, Mérje. Még abban a hónapban sikerült Terence-szel kommunikálnom. Megtudtam tőle, hogy a felesége öngyilkos lett. Elkezdett megszabadulni a felesége cuccaitól és a mailtól, amit küldött. Terence össze volt törve. Sírva mondta, hogy hallgassak a feleségére. Azt is megtudta, hogy Mérje öngyilkossága előtt elégette a képeket. De miközben a papír elégett, sziszegő fújó hangot adott ki, mint ha valami dühös állat adná ki őket. Mérje halálának körülményei furák. Alvás közben lett öngyilkos. Nem tudtam, mi az összefüggés a dolgok között. Gondoltam, egy kis időre felfüggesztem a kutatásomat az ügyben, mivel sok fontos dolgozatra kellett tanulnom. Majdnem egy éve történtek után kaptam egy mailt. Ügy, mosolyogj. Szia, megtaláltam a mailedet és az oldaladat, miszerint téged érdekel a smile.dog. Én láttam, és nem volt.